Október 21-én nyílt meg Sárospatakon a Sejemút tükrében című fotókiállítás sorozat legújabb része, melyet Kína észak-keleti Lianoning nevű ipari tartományában fényképeztek. A kiállításon bemutatott képeket 2019-ben készítették kínai és magyar fotoművészek, de a Covid-járvány miatt csak most rendezhettek belőle kiállítást. A Sárospataki képtár közreműködésével a kiállítás a művelődésházában került megrendezésre. Azt gondolom, hogy ez egy kivételes lehetőség a művelődés háza számára, mégpedig azért, mert egy nagy tisztesség is valójában, mert viszonylag ritka az, amikor két olyan nemzet kulturális találkozása történik meg, akik mondjuk a történelmüket ezer években mérik, és ez egy csodálatos alkalom és lehetőség azoknak a egymás kultúrájának a megismerésére, egymás hétköznapjainak, hiszen ez a kiállítás alapvetően egy a hétköznapi életet bemutató fotókiállítás. De hogy ezekről valamilyen képet alkossunk, egy tőlünk több ezer kilométernyire lévő óriási ország mindennapi életébe tekintsünk be, szerintem ez egy remek lehetőség. Éppen ezért ennek a kultúrás fontosságát is szeretném hangsúlyozni. Nagyon-nagyon öröm volt, hogy igen magas szinten képviseltette magát a kiállító, és szerintem egy remek hangulatú kiállítás kerekedett ebből. Szerintem az emberek kíváncsiak, nyitottak minden iránt, ami egy kicsit más, mint akár a mi vidéki kultúránk, akár a magyar kultúra, és ez a fotókiállítás remekül bemutatja akár a háta mögött lévő fotóművész képeivel az ottani ilyen gyár, vagy egy nehezebb sorsokat, akár a gyönyörű tájképek is vannak itt Kínáról, akár pedig, ha nézzük, a egyszerű, való életet is bemutató képeket. A kiállítás megnyitóját nem csak a Lianoningi Fotoművész Szövetség ötfős delegációja tisztelte meg látogatásával, de díszvendékként Fu Changming a kínai Lianoning tartomány kulturális és propaganda osztályának miniszterhelyettese is köszöntötte a vendégeket. A fotókiállítás sorozatban 2013-tól kezdődően több magyar fotoművész vett részt a Magyar Fotoművészek Szövetsége elnökségének tagja, Wei szájon koordinálásával. Ettől kezdődően a magyar fotográfusok rendszeresen fotó Kína különböző részein. Ezeken az utakon született művekből hozták létre a Sejemút tükrében című fotókiállítás sorozatot, mely most egy újabb részhez ért. Az együttműködés kezdete egészen 2013-ig nyúlik vissza, így idén már tíz éve tart ez a kapcsolat. Magyarországról egyre több fotográfus megy Kínába, ahol minden alkalommal más és más városban szervezünk nekik fotókiállítást. Ezt követően a fotósok különböző kínai városokban gyűjtenek anyagot, amiből majd Magyarországon rendezünk fotókiállítást. Ugyanakkor kínai művészeket is fogadunk Magyarországon alkotóútra. Milyen 在这个我们的过程。 Azt hiszem, az egyik legfontosabb eredmény az, hogy mindegyik Kínából visszatérő magyar fotográfus saját szakmai karrierjét tekintve is egyre nagyobb ismertségre tett szert. Többet szerepeltek a médiában, rádióban, tévében, újságokban, amit hatalmas eredménynek tartok. Ez annak is köszönhető, hogy Kína folyamatosan változik, a fejlődés üteme pedig elképzelhetetlenül gyors. Egy ilyen kiállítás remek lehetőség arra is, hogy a fejlődő Kína hétköznapjait bemutassa. Senyang városában voltunk, és Dalianban. Dalian az kikötőváros, ugye ott ö, egész más ö, elvárásaim voltak. Ö, tulajdonképpen a kikötővárostól, de sajnos mi a kikötő belsejébe ahol a, az igazi tengerészeti élet van, oda nem jutottunk el, de a modern város és az a fejlődés, ami ott, meg ami látható volt, és hát azt tudjuk is, hogy a Shenyang a technológiai fejlesztés egyik központja Kínában, és ezt azért érzékelni lehetett. Ez meggyőző volt, de ugyanúgy voltunk ottani ott, tiltott városban és Shenyangban, ami hát, egy kicsinyített másra a Pekinginek, hiszen ott is volt a császárság idején egy főváros egy ideig. Meglepő, de mint a fotózások során kiderült, nem feltétlenül kell tudni a kínai nyelvet ahhoz, hogy külföldiként is boldoguljon az ember Kínában. Nekem nagyon tetszik, hogy a kínai embereknek a kommunikációja, hogy ők ő tekintetből, gesztusokból érthetjük egymást, és így el tudunk kapcsolatot tudunk teremteni, és, és ez, ez engem lenyűgözés, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így tudok emberek közt lenni, nagyon kevés emberrel tudok ö, valóban beszélgetni, hiszen én nem tudok kínaiul, de mégis van együttműködés, és olyan meglepő helyzetekben is segítséget kapunk, mert ők ránk néznek és látják, hogy mire van szükségünk. A VXI Anga közös szervezésben ö, járjuk különböző tartományokat, tehát voltunk Nanjingban, Shanghaiban, Pekingben, voltunk fönn Kansu tartományban, a, a, magas 3000 méter fölötti hegyekben, és voltunk többször Fucsien tartományban, tehát Dél-Kínában is, aztán Csiangsi -Chi tartományban, Xi'an is egy fantasztikus élmény volt. A Tóth József Miskolci fotográfus a program keretében már ötször járt Kínában. Az volt az első élmény, hogy hát repültem 9000 kilométert, tizenvalahány órát, itt leszálltam, és, és otthonosan érzem magam ebben a környezetben. Kell, nem tudok egy árva szót váltani, nem értem, hogy mit mondanak, de ismerősek az arcok. Tehát a piacon, a vásárba, az áruházba kicsit-kicsit más az arcforma, meg, meg talán a bőrszín, de akár otthon is lehetnék. Én beleszerettem Kínába, meg a kínai emberekbe. Hogy az volt a nagy felismerés, hogy, ezek, ezek, ismerősek, ezek a helyzetek nekem ismerősek. kicsit, kicsit más, de a piaci kofa, a bolti eladó, a kánikulába, a tűzhelye felett izzadó szakács, a boltos az áruik között, ezek, ezek nekem mind, mind ismerős helyzetek. 2019-ben voltunk Kínában, Anning tartományban fotóztunk, és akkor ott egy barátság-ismerettség kapcsolat létrejött a ottani fotósokkal. Ők, ők hívtak meg bennünket, és így így kerültünk akkor azon az úton Kínába, Dalianba, és sok-sok kínai kis-meg nagyvárosba fotóztunk azon az őszön. Vajon mitől érdekes egy ilyen fotózás? attól, hogy jó barátokkal tudtunk együtt fotózni. Tehát nagyon font, Kínába el lehet menni, néhány százezer forint a repülőjegy, fel lehet ülni egy repülőre, le lehet szállni egy messzi ismeretlen városba fotósként, de hogyha az embernek ott nincs segítsége, akkor ott el van veszve. Ez a barátság, ez a kapcsolat is nagyon-nagyon arról szólt, a kint is, és nagyon bízom benne, hogy a kínai fotósok itt léte is, hogy segítsük egymást, vigyük el egymást olyan helyekre, ahol, ahol lehet érdemes. Befogadói voltunk ennek a kiállításnak, pontosabban vagyunk, hiszen még itt ülünk a tárlat közepén, és nagyon örültünk annak, amikor az átolt és barátai reklámügynökség megkeresett minket ezzel a kiállítással, ami éppen helyet keresett akkor és nagy örömmel látunk bele ebbe a munkába, ennek a kiállításnak az elkészítésébe, előkészítésébe. Úgyhogy tulajdonképpen mi a helyet adjuk, és azt a fogadókészséget, hogy egy ilyen remek kiállítást Sárospatakon be tudjunk mutatni. A fotográfia az nekünk szintén egy fontos bemutatkozási alkalom, tehát majd, hogy felkaroljuk ezt, és nagyon megörültem, amikor Átót József megkeresett ezzel a lehetőséggel, Teljesen véletlen, ebben az évben volt egy cseh vonatkozású kiállításunk is, szintén fotókkal is filmmel, volt egy japán tematikájuk kiállításunk is, úgyhogy ennek a Kínának, mint ország bemutatkozási lehetősége megörültem. Én magam olajfestő, képzőművész és fotós is vagyok. Irányadónak tekintem a saját művészetemet. Mielőtt a művészet lett a munkám, mindig úgy éreztem, hogy Magyarországon lévő kínaiaknak felelősségük van a két ország közötti kulturális csere kapcsolatokban. ezért az életem felét ennek szenteltem. Tudok azért tenni, hogy megmutassam Magyarország kulturális és művészeti életét a kínaiaknak, miközben a magyaroknak Kína jelenlegi növekedésére világítok rá. Ez a legnagyobb dolog, amivel hozzájárulhatok egy mai fejlődő Kína képismertetéséhez. Ez a fajta személyes megközelítésem a két oldal együttműködésekhez támogatásra talált a kormányzati oldalon is. Ehhez a munkámban vetett hitemet is növelte, így tudtuk folytatni a művészeti tevékenységünk népszerűsítését Magyarországon. Ennek köszönhetően idén már körülbelül tíz éve vagyunk részesei az ország művészeti tevékenységének. Cs.